Üdvözöllek benneteket, kedves hetedikesek! A mai magyar órán egy verset fogunk megismerni, Orbán Otto a Magyar Népdalhoz című versét. Én kalauzolak majd végig benneteket ezen a nem túl egyszerű versen. A nevem Király Noémi, és a Szabadkai Széchenyi István általános iskola magyar tanárnője vagyok. Tartsatok velem! Még mielőtt megismernénk magát a verset, beszélgessünk egy picit a népdalról. Gondolkodjatok, milyen dal a népdal? Hát ugye olyan dal, amelyet sokan sokáig énekeltek, mondta Bartok Béla. Egyébként már a nevében is benne van, a nép használta ugye a nép alatt pedig kitértünk, hát a parasztságot, a pásztorokat, az iparosokat, a bányászokat, a katonákat, tehát tulajdonképpen mindenkit, az egész népet. Szöveg és dallam társulásáról van szó a népdalok esetében, ezek szerves egységet alkotnak. A népdalok mindig szabadon alakultak, az egyéni vonások azok általában lecsiszolódtak, és egy olyan népdal alakult ki, ami Széles rétegeknek megfelel, és széles rétegeknek énekelhető. Az írója, alkotója ismeretlen, és szájhagyományozás útján terjedt. A témája a mindennapi életből merített, és így, ilyen módon tulajdonképpen a közös tudást közvetítette, tehát a kollektív tudást vitte tovább generációról generációra. A magyar népdalszövegeknek a legalapvetőbb motívumai között szerepel a szél, a tűz, a csillag, a víz, a hal, a madár, a ló, falevél, ág, virág. Azonnal megismerjük magát a verset is, azonban előtte ismerjünk meg egy talán ismeretlen kifejezést, ez a melizma. A melizma a vokális zenében alkalmazott technika. Ez a technika tulajdonképpen azt takarja, amikor egy szótag, egy szótagot egy összes, egy, egy bonyolultabb dallam részre énekelnek rá. Tehát tulajdonképpen magát a dallamot díszítik és hajlítják, és egy ugyanazon szótagot éneklik különböző hajlításokkal. Nézzük akkor a verset! A vers az olvasókönyvünk 46. oldalán található. Nyissátok ki ti is a könyvet, és kövessétek velem együtt a szöveget. Orbán Otto a magyar népdalhoz. Most, mikor sok senki mellén ki vagy tűzve, mint a jelvény, nekem maradj, aki voltál. Nem babona, nem is oltár, de maga a láthatatlan, ahogy látlak száz alakban, véletlennel habart végzett, több s kevesebb, mint művészet, dallamív, mely melizmáit hajlítgatva szinte világít. Mintha öreg paraszt lenne, maga az idő sóhajt benne. Katonának vitt legények, ingben elföldelt, szegények nézik a csillagos eget. Sírtak alatta eleget. Sírnék én is, de dühömben, hogy ott rohadunk a régi körben, s föltámadnak a holt rögeszmék, láthatom újra a közös ügy vesztét. Szellemem ép, testem romban, téged hívlak nagy bajomban. Dudorászlak, hogy segíts meg, a rontástól szabadíts meg. Gyűlöljek csak aljas elvet, ne a földet, ne a nyelvet, nézhessek rád, mint a napra, melyen nem üt ki a lepra. Kit kőműves kell menné, vére bűvölt elevenni, elevenni és szilárdá, mítoszi kerekvilágá, benned minden, amilyen volt fénysikált a káda mennybolt, teli sötét szenvedéssel, melynek csöpje nem sem enyész el. S nincs múlt, jelen, sem jövendő, csak egy vastag, gyapjú kendő. Annak bolyhos melegében ringok a világölében. Azok után, hogy megismertük a verset, Foglalkozzunk először a címével, a magyar népdalhoz. Tulajdonképpen a lírai beszélő megszólítja a magyar népdalt, hozzá beszél. Ez ugye egy elvont dolog, egy, egy elvont eszme, és amennyiben ilyen megszólítottja van a lírai beszélőnek, akkor ódát említhetünk műfajként. Műneme, tehát mai versünknek líra, hiszen ugye verses formájú, ahogy ránézünk, rögtön látjuk, hogy versről van szó. Műfaja pedig óda, amely ugye valamilyen elvont dolgot, eszmét, szemét, tárgyat szólít meg. Az óda jelentés egyébként dal. Kezdjük hát akkor a műelemzést egy hosszú, talán nem annyira rögös, de annál izgalmasabb út kezdődik most, mert együtt fogjuk végig zongorázni a vers minden egyes részét, és megismerni azokat a titkokat és apró érdekességeket, amik benne vannak a, a szövegben. Az első feladat az lesz, hogy számoljuk meg a szótagokat a versben, a vers sorokban, Előtte azonban mindenféleképpen szótagolnunk kell, úgyhogy kezdjük a szótagolással. Nézzük, az első verszakot fogjuk végig szótagolni. Most, mikor senki mellén, ugye ez az első sor. Most, mikor sok senki mellén. És akkor így haladunk tovább. Ki vagy tűzve, mint a jelvény nekem maradj, aki voltál, nem babona, nem is oltár. Láthatjuk, nyolc szótakból áll minden sor, és a rím képletet is megállapíthatjuk. Mellén jelvény, tehát mindkettő ugyanolyan csengésű, tehát a-a-val jelöljük a rímelését, Voltál, oltár. Ez már egy másmilyen csengés, ezért itt a B-t használjuk, tehát BB. Ebben az esetben tehát megállapíthatjuk, hogy magyaros, vagyis más néven ütemhangsúlyos verselésű a versünk. Mit is jelent ez? Már ez a korábbi években is tanultátok erről. Ugye a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok azok megfelelő szabály szerint váltakoznak, és általában egy hangsúlyos szótag van, és egytől ötig, tehát változó számú, hangsúlytalan szótag követi ezt. Az ősi nyolcas is jellemzi versünket. Ez azt jelenti, hogy egy sor nyolc szótagú, mint ahogy ugyanazt az előbb is megállapítottuk. Az ütembeosztása páros tulajdonképpen két egyenlő szótakszámú sorfélből áll, és ö, a rímelése is páros. Egy pillanatra kukkantsunk vissza akkor az első sorra, ugye tehát nézzük, ugye, ö, hogyan oszlik fel. Most, mikor, sok, ez lenne ugye az első négy, senki mellén, ez pedig a második négy, tehát valóban 4 plusz 4 adja ki ezt az ősi nyolcast, és a, az első szótag a hangsúlyos, most mikor sok, senki mellén, ki vagy tűzve, mint a jelvény. Ez takarja a magyaros verselést, tehát tulajdonképpen az első szótag hangsúlyos, és utána néhány esetünkben ugye három hangsúlytalan szótag következik. Olvasó könyvünk 47. oldalára lesz szükségünk, lapozzunk oda, és a második feladatot ez alapján, a most tanultak alapján meg is tudjuk oldani. Leelemeztük ugye a, a, versünk első verszakát, a ritmus képletét akkor be is tudjuk írni a vonalakra. Most, mikor, sok, senki mellén, tehát ugye 8 szótak számú, ki vagy tűzve, mint a jelvény. Ez is 8, és akkor ugye ez alapján felállíthatjuk a szabályt, az ősi nyolcas nyolc szótakból álló sorfajta, amelynek ütembeosztása páros és gyakran felező, vagyis két egyenlő szótak számú sor félből áll, tehát ugye esetünkben 4 plusz 4-ből, és ugye rímfajtája páros rím. Ami itt az első versszakban történik, beszéljük meg akkor azt is. Mi történik? Tulajdonképpen megszólítja a magyar népdalt, itt ugye egyes szám második szemében szól hozzá, emberi formát ad neki, egyfajta megszemélyesítés történik, és különböző elvont fogalmakra viszi rá a jelentését. Láthatatlan, végzet, művészet, dallam ív. Mindezeket emlegeti az első három versszakban is. Emberi sors típusokkal hasonlítja össze, ugye ha, ö, említette itt az öreg parasztot, a katonalegényt, az elföldelt szegényt. Tulajdonképpen ugye ők maga a nép jelképei, vagyis ugye a szegény sorsú egyszerű emberek. Nézzük meg akkor az első négy verszakot egy kicsit egységben. Mit mond a népdalról? Azt mondja, nekem maradj, aki voltál, nem babona, nem is oltár, de maga a láthatatlan. Ugye, tehát azt mondja, hogy a népdal láthatatlan. Sőt, azt is mondja, hogy véletlennel habart végzett. Sőt, több és kevesebb, mint művészet. Aztán a névdalt azonosítja a dallam ívvel, és akkor ugye itt felsejlik az öreg paraszt, a katonának vitt legény, és az elföldelt szegény olvasókönyvünk 48. oldalára ugorjunk, és itt a hatodik feladatot fogjuk megoldani. A jelvényt már megoldották nekünk, azt mondja, a jelvény eredeti tartalmától, aki voltál, ugye megfosztott, külsőségekre figyelő, a belső lényeget figyelmen kívül hagyó magatartás, ideológiák szolgálatába állított, propagandisztikus. Nézzük akkor a babonát. Ugye valótlan, hiteltelen tartalmakkal kapcsolják össze a babonát, de tulajdonképpen a babona utalhat valamilyen nem létező természetfeletti erőhöz is, erőre is, tévesen összefüggést állít ilyen viszonyban nem álló dolgokkal. Az oltár ugye egy ünnepélyes, magasztos tartalom eltúlzása, kizárólagos kötelező jelentős vététele, talán ilyen jelentése is lehet. Ugyanakkor az oltár ugye az áldozat bemutatására is szolgáló hely. Tehát valamilyen szintén misztikus jelentésű dolog. A népdal létformájára utal a láthatatlan és a száz alakban. Itt tulajdonképpen arra utalhat a Bírai én, hogy mindenhol ott van a népdal. Folyamatosan körülvesz bennünket, amolyan lételemünk. Ugye láthatatlan, de mégis százalakban ott van. Aztán a népdal végzet is, vagyis ugye sorsszerű valami, amiről tudjuk, hogy hát elkerülhetetlen. A népdal ugyanakkor művészet, alkotó célú és teremtő szándékú és a népdal dallamívét, ugye az ősi nyolcas sorfajta is támogatja, úgyhogy egyfajta hajlítás, melizma jellemzi. Mintha öreg paraszt lenne, maga az idő sóhajt benne. Ez a két sor elég beszédes, az idő sóhajt benne. Hogyan sóhajthat vajon az idő? Hát nyilvánvalóan megszemélyesítésről van szó. Ez a sóhajtás, ez lehet egyfajta megkönnyebbülés. Utalhat egy kiszakadó sóhajra, de sóhajtás után egy kicsit megnyugszunk, és talán erre is utal, egyfajta nyugalmat áraszt maga ez a kifejezés, de a sóhajtó idő jelezheti az elmúlást, az öregséget is. Katonának vitt legények, inkben elföldelt szegények nézik a csillagos eget, sírtak alatta eleget. A csillagos ég motivuma is nagyon érdekes. Nagyon sok népdalunkban jelentkezik a csillagos ég, a csillagok, és ez valamilyen módon a magányra is utal, hiszen ugye ha egymagunkban a csillagos ég alatt vagyunk, akkor elég magányosnak érezhetjük magunkat még úgy is, hiába vannak ott velünk a csillagok, de sejtett egyfajta gondviselést, a gondviselésnek való önátadást. Az ötödik versszak, sírnék én is, de dühömben, hogy ott rohadunk a régi körben, s föltámadnak a holt rögeszmék, láthatom újra a közös ügyvesztét. Indulatokban nem szűkölködik, mondhatnám így is, Ugye a lírai én állapotát ismerjük meg most. Láthatjuk, hallhatjuk, hogy dühös, tehetetlen, úgy érzi, hogy sikerült elhagynia egy mókus kereket, de az visszatér, és ez a körkörösség, mint a soha nem szűnne meg. Tehát hiába sikerült valamint túllépni, ha az visszatér, és kezdhetjük az egészet előről. Ott rohadunk a régi körben. Ez a sor is utal erre, erre a ciklikusságra. Egyébként Orbán Otto költészetére kifejezetten jellemző a ciklikusság emlegetése. A körkörösség több művében is előfordul, és, és ugyanez az életérzés van ott is, sok helyen. A hatodik, hetedik versszakot vizsgáljuk most meg. Azt mondja, ugye, hogy a szelleme ép de a teste romokban hever. Tulajdonképpen a névdalhoz fordul segítségért. Azt, azt mondja a lira én, dudorászlak, hogy segíts meg, rontástól, szabadíts meg, mintha a névdal valamilyen módon feloldozást tudna nyújtani. Éppen ezért van egy olyan utalás a népdal felé, hogy a népdal valamilyen szakrális, valami szentségekkel kapcsolatos, valamilyen isteni dolog, ami akár, akár a rontástól is meg tud szabadítani, és érdekes ezt a mondatot vizsgálni annak a tükrében, hogy ugye a vers elején kijelenti, hogy ne legyen, hogy az ő számára nem babona és nem is oltár a népdal, mégis itt valahogy úgy érezzük, hogy annak ellenére, hogy nem oltár és nem babona a népdal, valamiféle, valamiféle isteni dolog, ami segíteni tud. Gyűlöljek csak aljas elvet, ne a földet, ne a nyelvet, nézhessek rád, mint a napra, melyen nem üt ki a lepra. Emlegeti itt ezt a bizonyos elvet. Vajon milyen elvről van szó? Ugye az elv az egy elképzelés, egy, egy meggyőződés. És sokan ilyen elvek alapján dolgoznak, élik mindennapjaikat, akár politikai elvekre is utalhat, tehát sok értelme van. A lirai én, tehát azt említi, hogy ő inkább ezt az aljasnak nevezett elvet szeretné gyűlölni, és nem a földet, nem a nyelvet. De vajon mi ez a nyelv? Ez a nyelv nem más, mint, mint a haza, és amikor azt említi, hogy szeretne úgy nézni a népdalra, mint a napra, akkor itt a nap valamiféle tisztaságot is jelképez, a fényességet érthetjük alatta, sőt, bizonyos szempontból az egészség is felmerül a nap képe láttán, azért is említi a következő sorban, melyen nem üt ki a lepra. Tehát legyen a névdal egy fényesség, egy tisztaság, egy egészség, amely nem képes a betegségre, amely mindent legyőz. Az utolsó három versszaknál vagyunk, kit kőműves kelemenné vérebűvölt elevenni, elevenni és szilárdá, mítoszik kerekvilággá. Kőműves kelemennét említi, nem véletlenül. Ismerjük kőműves kelemenné történetét, ugye a falba épített asszony. Ez is egy népi alkotás, egy népballada. Orbán Otto versében pedig a kelemenné, elevenné Rémelést ismerhetjük fel, ami egy különösen ö, ö, izgalmas ö, kapcsolat, mert ugye kell -e menni egyfajta, ö, egyfajta jelképe ennek a, ennek a, ennek a viráldozatnak, ennek az ősi hiedelemnek, ö, és összeköthető magával a halállal, mégis az elevenné rémelést használja a költő, amivel, amivel egy ilyen nagyon jó kettőség alakul ki a versben. Benned minden, amilyen volt, fénysikált a kád, a mennybolt, teli sötét szenvedéssel, mennek csöppje sem enyész el. Hűha, miféle fénysikált a kádról lehet itt szó, ami a mennyboltra utal? Tehát tulajdonképpen a mennyboltat azonosítja a káddal, mintha az egész mennybolt egy kád lenne, amit a fény csiszol, mégis tele van sötétséggel és szenvedéssel, ami soha nem fogy el. Metafora itt az utolsó versszakban is felbukkan, a gyapjúkendő formájában. Ez a gyapjúkendő, mint ahogy az utolsó verszak Mondja is, ugye egy vastag gyapjúkendő, amelyiknek az, amelyiknek az ölelésében, a bolyhos melegében ringok a világölében. Látjátok, ez a gyapjúkendő magába foglalja a múltat, a jelent és a jövőt is. Tulajdonképpen ez egyfajta életbölcsesség, és a gyapjúkendő egy biztonságot, egy hitet is ad a gondviselésben, és ez egy méltó lezárása a versnek, mert azért valahol csak van remény. Összegezzük tehát nagyon röviden és velősen. Orbán Otto a Magyar Népdalhoz című versének műneme Lira, a műfaja Óda. Ugye az Óda egy ilyen ünnepélyes hangvételű ö, szöveg, valamilyen vallomást tesz, és egyébként ezt csak úgy mondom, az Óda egy fogalom is, és magába foglal még négy különböző ilyen műfajt. Metafora van a versben, ugye a gyapjú kendőt vegyük most példának, ugye biztonság a hit ö, ö, jelentésben. Elvont jelentések tömkelege jellemzi, a körkörösség, a ciklikusság fordul elő benne. A lírai én állapota és élményei bukkannak fel több helyen, nem akarja gyűlölni a hazát és a nyelvet, csak az aljas elvet tehát valamilyen külső erőt, és a népdal számára valami mítoszi, maga a nap, a kerekvilág. És végül Orbán Ottóról egy nagyon-nagyon rövid ismertető, csak hogy tudjátok, hogy kiről, kinek a versét olvastuk, költ, költő, műfordító, eszéíró, és ezt a fiklikusságot, ezt a körkörösséget meg lehet jegyezni a művei során ahol ugye mindig az örök értelmetlenséget és az újrakezdést ütközteti egymással. Szorgalmi feladatként pedig az olvasókönyv 51. oldalán ajánlanám az IKT feladatot, egy párosítóról van szó, és ha tehetitek, hallgassátok meg ezt a fantasztikusan összetett és mély értelmű verset Mácsai Pál színművész előadásában, a Youtube-on fenn van több verzióban is a vers. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai magyar órán. Remélem sikerült egy kicsit belemélyedni a vers elemzés technikájába is. Köszönöm a figyelmet!